Említettem műsorunk legelején, hogy ünnepi a mai adásunk, hiszen Presser Gábor kezdeményezésére szeptember 2. vasárnapján a Magyar Dalt köszöntjük azzal a felbecsülhetetlen értékkel, amit magában hordoz. Megszámlálhatatlan dalt és mindazokat, akik nélkül ez a kincstár ma nem létezne. Dalszerzőket, szövegírókat, előadókat, producereket, a zenei élet valamennyi szereplőjét. Rendkívül gazdag örökség természetesen folyamatosan bővül, az új előadók dalok népszerűsítésében pedig egyre hangsúlyosabb szerepet játszik egy egészen egyedülálló kezdeményezés is, a Belkőni TV, amelynek egyik szervezőjét, Halmen Józsót köszöntöm sok szeretettel mai műsorunkban. Sziasztok! Szevasz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Mesélj kérlek nekünk egy kicsit erről a Belkőni TV-ről, mit is kell tudnunk erről? Hát a Balkoni TV ez egy igazából egy online videóplatform, olyas, mint a YouTube, azzal a különbséggel, hogy ide csak zenekarokról kerülnek fel videók. Az a koncepciója, hogy angolul mondom, hogy music video you, tehát zene szép kilátása. És a videó abból áll, hogy egy zenekar lejátszik egy saját számot, és egy rövid interjú van az elején és a végén a zenekarról. Tehát végül is reklám a zenekaroknak és a városnak, ami felkerül erre az oldalra, és már egyre népszerűbb, több mint 60 városban működik, és mi Kolozsvárral csatlakoztunk tavaly decemberben, és mi voltunk a 61. város, aki csatlakozott. Tehát említetted, hogy akkor ez több, mint egy egyszerű zenei megosztó, hiszen nem csak a zenére együttesre kerül a hangsúly, hanem említetted a várost is, tehát akkor úgymond a várost is, városnak is készít úgymond egy reklámot? Igen, tehát hogy lényeges, hogy hol filmezzük, tehát nekünk több helyszín is van Kolozsváron, de általában azt kérik, hogy a főtér látszódjon, vagy hogy valami olyan része a városnak, ami sokat elmond a városról. És Kolozsvárnak melyik része ez? Kimondottan a főtér? Igen. Volt olyan, hogy filmeztünk olyan háttérrel, hogy több házak voltak, és ilyesmi, és nem tetszett nekik, hogy kellett vegyük. Hát pedig az is része a városnak. Persze, valójában szerintem. Így van. Amúgy te miért csatlakoztál ez a projekthez? Hát szerintem, vagyis hogy nekem egyből megtetszett ez a koncepció, és zenélek én is, és láttam a fantáziát benne, meg akartam én is segíteni több zenekaron, akit ismerek én is, meg tudom, hogy jók, és ezáltal lehet segíteni zenekaroknak is, tehát eljutatni a zenéjüket akár külföldre, vagy szóval ezért igazából. Amúgy ugye a te feladatod a projektben, hogy a megjelenő zenekarokat kiválaszt. Mik amúgy a tapasztalataid, vagy így, ahogy nézegetted ezeket az együtteseket, milyenek ezek az előadók, illetve milyen előadók jelentkeznek, illetve milyen színvonalat képviselnek? Hát most már egyre többen jelentkeznek, hál' Istennek, aminek örülünk, mert hogy egyre több emberhez jut el, és egyre többen ismerik. Hát változott tényleg, mindenféle előadó megkeresett már minket, metaltól elkezdve, jazzig, minden volt, tehát egy változó, és elég minőségi zenekarokkal forgattunk eddig. Volt, hogy gyengébbek is megkerestek ilyenkor, kicsit nehéz visszautasítani, de sajnos ez is benne van. Műfaj szempontjából amúgy melyik a legdivatosabb? Az zindi műfaj. Zindi? Zindi, igen. Nem, indi. Ja, indi. Indi alternatív. ez, ami nagyon el van terjedve, és többnyire akusztikus felállásokba forgatnak bandákkal minden városban, mert könnyebb, nem hoznak egy teljes dobfelszerelést, csak ütős hangszereket, és könnyebb így a producereknek is, meg mindenkinek.
Térjünk akkor egy kicsit a magyar előadókra, együttesekre. Hogyan állunk e téren itt Erdélyben? Hát, állhatnánk jobban is szerintem. Szerencsére ez is fejlődik. Én most egy jó példának tartom a Bagosi Brothers Company-t, biztos így van, ismeritek. Így van, hát nagyon sok dal már szerepelt itt a műsorunkban, igen. Én nagyon remélem, hogy még lesz sok ilyen zenekar kezdeményezés, de sajnos nincs sok, nem is tudom, hogy így nem is jut eszembe más nagyon, aki... Magyar, kimondott magyar előadó. Tehát most Erdélyre gondoltam. Biztosít-e további lehetőséget a Belkőni TV-ben való bemutatkozás? Igen, volt már példa arra, hogy egy együttest meghívtak külföldre, vagy felfigyeltek rá producerek, mert nézik gyakran az oldalt fesztivál szervezők, meg producerek, promóterek. Tehát akkor már volt arra példa, hogy valaki bemutatkozott ugye a Belkani TV-ben, igen. És azóta mondhatjuk azt, hogy szép karriert futott be, igen. Hogy meddig tud eljutni valójában egy együttes a Belkani TV megjelenése után. Mondhatjuk azt, hogy szép karriert. Na hát akkor ez nagyon, nagyon jó kezdeményezés. Még velünk nem volt ilyen példa, de reméljük, hogy lesz. Mármint a te csapatod? De... Nem. Tehát, hogy azokkal a zenekarokkal, akikkel mi forgattuk. Értem. Ugye azt tudjuk, hogy a zenekarok azért ingyen vállalják a fellépést, főleg gondolom az elején, költségek azért vannak. Vannak-e támogatók, akik valamilyen szinten támogatják ezeket a zenekarokat? Egyelőre nincsenek. Eddig pályázati pénzekből sikerült állni a költségeket, illetve reméljük, hogy majd kapunk szpondort is, most ezen is dolgozunk. És hogyan próbáljátok becsalogatni a... Vagy hogy gondolom, egy támogatónak mi a fontos az, hogy hát nyilván neki is jó, mert olyan... ez reklám, viszont ők is megnézik azt, hogy milyen minőségű, vagy esetleg milyen stílusú zenét szeretnének esetleg támogatni? Nem tudom, hogy megnézik-e. Szerintem egy olyan támogatót kell kapjunk, aki lát fantáziát a projektbe, tehát azért támogatja, mert tetszik neki is. Na hát akkor ez legyen most egy felhívás is. Igen. Bárki is nézi ezt a műsort, akkor gondolom nagyon szívesen látjátok, vagy várjátok a hívásokat a támogatóktól. Igen. Amúgy mit gondolsz, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hazai zene terén, és ezen belül a magyar zene, hol áll most, és merre fele tart szerinted a magyar, erdélyi hazai zene? Szerintem nagyon jó fele tart. Mint az előbb is mondtam, ezt a példát a Bagosi testvérekkel, tehát ők már Magyarországon is felkapottak, és remélem ez így megmarad. Tehát én nagyon remélem, hogy még lesz több zenekar is, akinek sikerül, és eljut a messze. Sajnos nem nagyon tudok... Illetve kevés az, aki magyar nyelven énekel, tehát sok az együttes, de kevesen énekelnek magyarul. Igen, gondolom, hogy azért az angol az könnyebben el tud jutni. Most valaki előáll egy magyar dallal, azt gondolom, hogy Magyarországig tud. Igen, valószínű ezért is félnek is talán magyarul énekelni, vagy nem tudom. De nem nagyon tudok zenekart, aki magyarul énekel, és jó is. Hát pedig az mindenképp tartanunk kell ezt a fajta örökségünket, hiszen én tudom, hogy van azért arra példa, hogy akár egy román előadóra gondolok, aki román nyelven énekel, és ugyanúgy világsikert ért el már. Úgyhogy szerintem nem lehetetlen. Ami szerinted mire van lehetőség, vagy mire van igény a közönség körében? Mit szeretnének hallani az emberek? Szerintem... Mindegy, hogy mit, hogyha jól el tudják adni, akkor azt egyszerűen... Tehát úgy gondolod, hogy ha jó esetleg a csomagolás, akkor valami gyengébb minőségűt is esetleg el lehet adni? Hát, nem. Vagy mi kell a sikerhez, hogy tényleg a zenei pályán az ember meg tudja állni a helyét, vagy befusson? Hát azért szerintem kell a minőség is. Persze paródiát
paródiaként is el lehet adni valamit nagyon könnyen most már. De kell a minőség, tehát hogy mindenképp könnyebb eladni valamit. De akkor gondolom több összetevő, tehát hogy ahogy említetted is, azért jó, hogy van jó minőségű zene, de azért nyilván el is kell tudni adni azt. Menedzser, azt kell igazából, mert sajnos ez nincs a hazai zenei pályán egyelőre, de alakul szerintem egyre több booking ügynökség jön létre, több a promóter, meg jelennek meg a minőségi videoklippek. Tényleg eddig, ami nekem furcsa volt, hogy nincsenek minőségi videoklippek, tehát hogy úgy a román zenekaroknak, mint a magyaroknak nagyon kevés van. És lenne, aki ezt elkészíteni, vagy el tudná készíteni, hiszen szakemberek azért vannak. Biztos csak kérdés, hogy miért nem találkozik ez a kettő, nem? Gondolom hát a zene... Szerintem azért is, mert nincsen pénzük a zenekaroknak, hogy megfizessenek egy minőségi videoklipet, illetve nem is tudok sok stábot, aki... Aki ezzel foglalkozna. Úgy említetted ugyebár, hogy te is zenélsz. Mesélj egy kicsit a te zenédről. Hát... A Fun Corporation zenekarban zenélek, meg egy másik zenekarban, amely megszűnt. Ez Stereotrombon zenekar volt. Hát mi se éneklünk magyarul, úgyhogy ezzel nem büszkélkedem. Nem tudom miért, egyszerűen nem jött eddig, hogy magyarul énekeljünk. De lehet, hogy fogunk, tehát nincs kizáró. Könnyebb angolul amúgy zenélni, vagy angol dalszöveget írni? Az énekesünk sokszor mondta, hogy neki könnyebb angolul írni például. Pedig magyarban is nagyon szép, sok szép rím kombináció lehet. Az angolban igen, talán lehet, hogy könnyebb valamivel. Nem tudom, mit meséljek. Funky zenét játszunk, most készülünk egy albumot kiadni. Nem ígérek semmit, hogy mikor, de remélem minél hamarabb. És most voltunk Magyarországon nemrég először, úgyhogy átléptük a határt is. Na, hát akkor ez már egy nagy lépés. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kívánok további sok sikert mindennek a kezdeményezésnek és a saját zenekarnak is. Most pedig sorsolni fogunk, és sorsoljuk is ajándékcsomagunkat, természetesen azok között, akik üzentek a műsorban. Úgyhogy megkérlek, hogy segíts nekem ebben. Egy cetlit kérlek húz ki a kis mágikus gömbből, és a szerencsés nyertes pedig nem más, mint... Akkor olvasd fel. Szebeni Marcella. Jó, kérlek, akkor mutasd meg is a kamera fele, hogy lássák a nézők is. Szebeni Marcella, gratulálunk neki, a nyereményt postázni fogjuk. Köszi, hogy itt voltál, mi pedig folytatjuk, most hallgassuk meg Pannonia All Stars K Orkesztrától a Billy Boy O-t.